A sütő kézi sulik arcag és a gyomaendrődi női kézilabda ese U17-es leány csapatai versenyeztek egymással a városi sportcsarnokban. A hazaiak a mérkőzés első percében megszerezték az előnyt Fehér Anna találatával. Az első félidő nagyon kiegyenlítetten zajlott és döntetlennel zárult. 12-12-vel. A karcagi csapat gólszerzői Fehér Anna, Szabó Zsófia, Bánhegyesi Lili, Márki Linda és Rész Petra. A második félidőt újfent a hazaiak szép teljesítménye indította, mely lendület egészen a mérkőzés végéig kitartott. A hazaiak 5 gólos fölénnyel győzték le a gyomendrődieket 25-20-ra. A karcagi csapat gólszerzői Angyal Alexandra Dóra, Márki Linda, Bánhegyesi Lili és Bánhegyi Lilla. A mérkőzés követően éremátadásra került sor. A Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett bajnokság harmadosztályú H csoportjában a sütőkézi suli U17-es leány csapata bajnok lett. A 20 lejátszott mérkőzésből 19 alkalommal arattak győzelmet. A csapat tagjainak Fehér Anna, Angyal Alexandra Dóra, Bánhegyesi Lili, Márki Linda, Szabó Zsófia, Rész Petra, Németh Klaudia, Györfi Tünde, Nagy Enikő Marianna, Tóth Gréta, Szopkó Éva, Bánhegyi, Lilla, Juhász Lara és az edzőknek Nagyné Sütő Marian, Szarkán és Sütő Edina, Szepesi Tibor polgármester, a Karcagi Sportegyesület alelnöke adta át az aranyérmeket.